Dr. Stettner Eleonóra egyetemi docens immár harmadszorra volt a Dombóváriak a nagyvilágban utazása sorozat előadója, aki ezúttal New Yorkba invitálta az érdeklődőket. A több évtizedig Dombóváron tanító és most is a városban élő pedagógus 2003-ban került a Kaposvári Egyetemre, onnan menny nyugdíjba, de továbbra is oktat. New Yorkba egy személyes kapcsolat által és egyetemi kapcsolat által kerültem. Egy New Yorki magyar származású kolléganő megkeresett, hogy meg szeretné tanulni a GeoGebra programot, ami nagyon sokat segít a gyerekeknek a matematika tanulásában, hogy szemléletesen jobban megértsék a matematikát, és mondták, hogy engem keressen meg, én tudok neki segíteni, és amikor fölkeresett, hát több órát tartottunk, megbeszéltünk sok mindent, és akkor azt mondta, hogy ennek fejében ő meghív engem New Yorkba. És közben kiderült, hogy az ő édesanyja és az én édesapám évfolyamtársak voltak a testnevelési főiskolán, és mind a ketten kaposvári középiskolai tanárok voltak. És aztán később még kiderült még egy kapcsolat, hogy édesanyám a Siketnéma intézetbe tanított, az ő nagypapája pedig előtte, tehát ez nem volt időbeli egybeesés, előtte az igazgatója volt ennek az intézetnek, és a nagymamája is ott tanított. Első alkalommal a lányommal ketten mentünk, két hetet voltunk nála, és akkor nagyon sok helyre eljutottunk, sokat turistáskodtunk, hát főleg Manhattanbe, hiszen ott rengeteg látnivaló van, az is bőven lefette a két hetet, sőt, még sok minden mást is lehetett volna látni, illetve a Kerekes Juditnak hívják az amerikai kolléganőt, ő neki a konferenciáján is segítettem, és részt vettünk, és hát most második alkalommal pedig egy művészházaspárral együtt mentünk ki, akikkel szintén egy közös projektbe vagyunk. Brunswickban egy nagyon nagy magyar közösség van. Ez egy olyan konferencia volt, ami az ottani magyaroknak szólt, de gyakorlatilag már angol nyelven kell tartani, mivel azt jobban értik az angolt, illetve a szakmai nyelv az már talán jobban megy angolul. És az egyetemen pedig a New York, a City University of New Yorknak a Staten Island-i campusán, ott pedig kifejezetten angol nyelven tanuló hallgatóknak tartottunk. Szemléltetésen keresztül próbáljuk a matematikát, igen. Olyan játékok, amik ilyen kirakó játékok, különböző eszközökkel, nagyon-nagyon sok mindenre rá lehet őket vezetni könnyebben. Igen, én nagyon sokat foglalkozom a matematika és művészet kapcsolatával, volt kurzusom is a Kaposvári Egyetemen. Általában New Yorkról is fogok beszélni, és utána egy kicsit ezekről a személyes dolgokról is, a konferenciákkal kapcsolatos dolgokról is beszélnék, de főleg New Yorkról. Méretek, azok valami hihetetlen, hogy ott minden olyan nagy, minden olyan messze van. Mikor megkérdeztem, hogy milyen messze van, akkor arra azt mondták, hogy fél óra gyalog, kérdeztem én, és hát kinevettek, hogy itt gyalog, nincs semmi elérhető közelség, mert mindenhova autóval kell menni. És még nagyon érdekes volt az a ráismerés, mert szerintem mindenki látott már sok amerikai filmet, és amikor megyek az utcán, akkor ráismerek, hogy hoppá, hát ez a szó, ez honnan is ismerem? Meg ez a bejárat, ez melyik filmben volt pont ilyen? Tehát ez is egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, és hát nagyon sok mindent fel tudnék sorolni, ami nagyon érdekes volt és tetszett. Ami nekem különösen fontos volt, az a, hogy eljussak a matematikai múzeumba. A kolléganő fog még szeptemberben jönni, mert most lesz neki az egyéves szabatikál év, amikor feltöltődéssel, konferenciára járással töltheti az időt, és akkor el fog jönni, és akkor tervezünk még közös munkát, és hát lehet, hogy abból még kialakul egy látogatás. A harmadik éve tartó előadássorozat is két hónapos szünet után szeptemberben folytatódik minden hónap harmadik péntekén a Dombóvári Művelődési Házban.